A hírt egy közleményben tudatta a televíziónk alatt Csongrád megyei kormányhivatal, melyben arra is kitértek. Dr. Juhász Tünde széles körű közigazgatási ismeretekkel és gyakorlattal rendelkezik. Csak nem húsz évvel ezelőtt az államigazgatási főiskolán szerzett igazgatás szervezői diplomával kezdett dolgozni a Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatalban, ahol néhány évvel később jogászi diplomája megszerzése után már dr. Rapcsák András polgármester kabinetvezetője lett. Ezt követően számos további szakirányú végzettséget szerzett, jogász közgazdász, Európa jogi szakjogász, környezetvédelmi szakjogász diplomával rendelkezik. A képzéseket a Szegedi Tudományegyetemen végezte el, és itt szerezte meg a mesterdiplomát is a gazdaságtudományi karon 2008-ban. Tanulmányai mellett folyamatosan dolgozott a közigazgatásban, előbb Szeged megyei jogúváros polgármesteri hivatalában stratégiai referensi feladatot látott el, majd az ifjúsági és sportminiszter minisztériumban irodavezető, titkárságvezető, illetve sajtófőnök volt. Felsőfokú angol nyelvvizsgája van. A Csongrád megyei kormányhivatalban 2011. szeptembere óta Bénagy László kabinet vezetőjeként tevékenykedett, 2014-től pedig a Csongrád megyei kormányhivatal kormány dolgozott.